Miért nehezebb napjainkban a szülővé válás? Az utóbbi évek két más estjeinek egyik visszatérő témája a családalapítás. A családok születésének dilemmái, nehézségei, örömei. Miért hezitálnak, mitől tartanak a mai fiatalok? Filmvetítés, bábelőadás, színházi előadás, Vita Színház segített a téma körüljárásában, és persze sok beszélgetés a téma szakértőivel. Nem bírom eldönteni, hogy akarok-e igazából gyereket. Jó, tudom. Tudom, hogy másnak se egyszerű. Van egy 40 éves barátnőm, 2 hete vetélt el az első terhességével a 3. hónapban. Eddig soha nem maradt úgy, és azt hitte, akarja. De amikor kikaparták, ami belőle megmaradt, megkönnyebbült. Tavaly váltott munkahelyet, zavarta, hogy folyton sírhatnékja van, meg hány ingere, meg hogy nem tud koncentrálni. Úgy érezte, nem azonos azzal, ami benne növekszik. Most nem fáj neki. De fél, hogy egyszer fájni fog. Hogyan lehet egy olyan Európát létrehozni, ahol a család divatos lesz megint? Ugye ez lesz a mai este témája, és a közönség véleményére is nagyon kíváncsiak leszünk, de hogyha röviden el kellene mondanod, hogy melyek voltak azok a főbb érvek, vagy a főbb szempontok, amelyek sorra kerültek, akkor mi lenne az a 4-5? Tehát azért, hogy miért nem alapítanak? Vagy hogy mi befolyásolja őket? Az egyik az volt, hogy nincs benne a kultúrában annyira a családalapítás mozzanata. Tehát például az én szüleim nem gondolkoztak túl sokat azon, hogy össze kell házasodni, vagy nem kell összeházasodni, úgy megtörtént. És olyan természetes volt. Tehát valahogy a kultúrából kihalt ez a dolog, hogy meg kell házasodni. A másik dolog az elvárások. Azok az érdekes elvárások, hogy legyen tanult, legyen szép, legyen mosonfogat. Tehát, na jó, ez a fogmosás, ez a reális elvárás, de tehát azok az irreális. És ez a párra vonatkozik, vagy a gyerekre? A párra. Tehát, mert hogy ugye, igen, ez jó kérdés, mert az ugye első mozdanat a pár legyen tökéletes. Mit jelent a tökéletes? Aztán utána meg, ha már a gyerekhez jutunk, akkor utána a félelem a gyerekvállalástól. Tehát az a felelősség, hogy mi van, hogyha nem lesz egészséges. Ez egyébként egy nagyon nagy félelem, hogy mi van, hogyha nem lesz egészséges a gyerek. De az a felelősség, ez a félelem attól, hogy elveszítem a szabadságomat, hogyha a gyerekem van, hogy fel kell kelni reggel, mert a gyerek sír hajnalban. Tehát ilyen mondjuk úgy, ilyen picit önző. Ebben állapodtunk meg mi fiatalok, hogy egy picit olyan önzőbbek vagyunk. Sokkal tudatosabban gondolunk arra, hogy igen, hogyha nekem gyerekem lesz, akkor nem tudok elmenni utazni, másképp kell alakítanom az életemet, stb. Nagyjából az működik, hogy ahogy megyünk nyugatabbra, ugye egyre egyenlőbb a két nem, ezért ugye egyre később házasodnak az emberek, és talán úgy egyre kevesebb a házasság. Ahogy megyünk keletre, úgy azért jellemzőbb, hogy még azért úgy benne van a kultúrában, de nem tudok egyértelmű határvonalakat húzni, mert azért az a társaság, aki eljön egy ilyen találkozóra, akit érdekli a család, az egy picit más lesz. Brutálisan erősen hatnak az elvárások, és ugye az önismeret szintje, sokat beszélünk róla, de nagyon keveseknek adatik meg az, hogy annyit megtanuljanak magukról, hogy ez tiszta ügy legyen, hogy mit miért akarok, és hogy én akarom-e, és hogy tisztában vagyok ezzel, hogy tulajdonképpen kinek szülöm azt a gyereket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg hány harmadik gyerek van a kapcsolat megtartására még mindig, már ezerszer leírták, ugye használják mindig ezt a szimbólumot, hogy ugye nem ragasztóanyag a gyerek, sőt inkább kifejezetten próbatétele a kapcsolatnak. Mégis nagyon gyakran hallom, hogy a harmadikat berántják arra, hogy hát, ha még akkor itt az elköteleződés, lojalitás, minimum lelkiismeret furdalás miatt marad valaki. Tehát, hogy tényleg azért szülöm el, mert többlet van bennem, amit oda akarok adni. Szerintem ez az egyetlen jó pillanat, amikor szülni lehet, de hogy annyira nehéz szétválasztani, amit nagyon elvárnak tőled, hogy ezt egy pillanat alatt elhiszed, hogy te is vágysz rá.
és akarod, de nem arra vágysz, amit elvárnak tőled, hanem arra vágysz, hogy elismerjenek azért, mert megcsináltad, amire várnak, vagy vágynak veled kapcsolatban. Tehát ez így a gyerekkérdésben nekem masszívan itt van. Ugye az egygyerekesek sokan azért vállalnak gyereket, még egyet, mert hogy ugye van ez az egy gyerek, nem gyerek, és akkor hagyjuk már ezt az úri mulatságot, és akkor már unják ezt a szöveget, meg ugye jönnek, hogy hogy sérül a gyerek, ha nincs testvére, és akkor mennyire szomorú lesz egész életében. Tehát millió egy dologgal tudják őket nyomasztani, de az a helyzet, hogy még a gyerekvállalás önmaga is egy óriási kérdés, tényleg egy csomó nő esetében, hogy az belső vágye, vagy pedig tényleg azért kell megtenni, mert különben azt mondják, hogy nem vagyok igazi nő, egy önző ember vagyok, tehát egyszerűen kiveti őket a társadalom különben. Mivel az annyira fájdalmas, egy pillanat alatt elindul bennünk minden működésmód, hogy valahogy belsővé tegyük azt a külső vágyat, és ha már én is vágyom rá, akkor már nem olyan feszélyező megtenni, megteszem, és akkor azt mondják, hogy na jól van, most már rendben vagy. És ezért mondom, hogy tulajdonképpen én ezt látom a legtöbbször katasztrófának, hogy mások vágya kedve miatt, ez most az anyóstól mondom, a társadalomig elmehetünk, megszülik őket, és aztán itt van egy ilyen helyzet, hogy teljesen kiürülnek. Valahol ott van bennünk ez a, én ki akarom élvezni az életet, engem ne kössön le egy gyerek dolog, ami hát végső soron az önzésre absztrahálható le, hogy én vagyok a középpontban. Valahogy ez a régi eszme, amit még mondjuk a Hazafi című filmből ismerünk, amikor Mel Gibson megkérdezik, hogy miért nem akar belépni a háborúba, hiszen azt hittük, hogy önnek elvei vannak, és akkor visszaszól, hogy én apa vagyok, az elvek luxusáról lemondtam. Hát ez a hozzáállás, ez párját ritkítja ma már, nem nagyon találkozunk vele. Ha nagyon közkedvelt okokat kellene megneveznem, amelyek sokat mondanak, de ugyanakkor rengeteg magyarázatra szorulnak, akkor az a biztonságra való törekvés. Szeretik ezt hangoztatni a párok, hogy de hát majd amikor egy olyan kellő biztonságot alakítottunk ki, amire már lehet gyereket vállalni, akkor majd vállalunk. Csak ez a biztonság, ez mindenkinek mást jelent. Mit mondtál? Hát, én csak azt kérdeztem, hogy... Én tettem be a magot. Dehogy is, apa tette be. Jó, de a köldökön át. És hol lehet szerezni ilyen magot? Hát, majd kapsz. Ha nagy leszel, ha lesz feleséged. Igen, lesz nekem és az öcsémnek is nagy leszek. Én leszek apa. Hú. Valahol azt nevelték belénk, hogy amikor majd nagyok leszünk, akkor valami olyan munkát kell végeznünk, aminek úgy magasabb rendű értéke van. Valamit hozzáteszünk az emberiséghez, azzal, hogy mi erre a világra születtünk. A gyerekeim generációját kérdezem, hogy és mi a te ajándékod az emberiség számára? Kell olyan? Hát az életcélom az, hogy e-sportokból világbajnok legyek, és egész nap a gép előtt ülhessek. Most, hogy ebből senkinek semmi... És jól keressek. És jól keressek, igen, a pénz, mint legfőbb érték. És átíródnak a dolgok. Miért legyen gyereke? Megkérdőjeleződik az, amin korábban egyáltalán nem gondolkodtak. Hát mindenkinek van gyereke. Hát ez a normális, hogy gyerekem van, nem? Na de miért? Miért vállaljak? És miért jó az nekem? És egészen mély dolgokig el lehet menni. Miért tegyem tönkre a testemet? Miért áldozzam fel a szabad időmet? Miért áldozzam be a karrieremet? És ehhez hasonló gondolatokkal találkozunk, amelyeket megfogalmaznak emberek, és aztán nagyon szomorú az egészben, a tragikus része az, hogy aztán ott ülnek egyszer csak 45 évesen, és azt mondják, hogy a csodába, de miért nem? Léteznek ősanyatípusok? És esetleg olyan is létezik, hogy valaki lelkileg nem igazán alkalmas anyának? Hát ez egy érdekes kérdés. Igazából azt gondolom, hogy az egyéni történeteink határozzák meg, hogy hogyan is állunk az anyasággal. Tehát, hogy ilyen tipológiát nem állítanék föl, hogy valaki ilyennek születik meg olyannak, hanem a kapcsolatainkban, meg a kötődéseinkben formálódik a személyiségünk, és mindenkinek az egyéni története meghatározza aztán, hogy hogyan tud a további kapcsolataival dolgozni. Azt gondolom, hogy ha valaki nagyon-nagyon vágyik az anyaságra, vagy éppen nagyon nem vágyik az anyaságra, annak az ő személyes történetében kell, hogy legyen egy kulcs története, vagy egy kulcs mozzanata, hogy az ő benne hogyan alakult. És még azt sem mondanám, hogy ez egy állandó dolog. Lehet ezzel dolgozni,
ismerek olyan embereket, akik késő kamaszkorukban nagyon elkeseredetten és határozottan állították, hogy na ezt soha, de soha, hogy ők soha ezt nem akarják átélni, mert valami olyan érte őket, ami nem tűnt vállalhatónak, vagy nem tűnt továbbadandónak, és aztán valamiképpen ezt kidolgozták magukból, és mégiscsak formálódott bennük egy vágy az anyaságra. Egy női ismerősöm, nagyon jó barátom, nagyon sokáig egy más fele veszettek, hogy nem találkoztunk, és én tudtam, hogy közben egy brit fiúval összejött, együtt élnek nagy boldogságban évek óta, és összetalálkoztam, és kérdeztem, hogy mi nincs gyereketek már, mi? És között, hogy ő nem akarnak gyereket, és teljesen ledöbbentem, és így kérdeztem, hogy mi az, hogy nem akartok gyereket, ez mi? És egyszer csak azt mondta nekem, hogy na hát ez milyen érdekes, hogy én is így reagálok rá, mert hogy velük az történt, hogy amikor ezt ők itthon a lánynak a szüleinek ezt előadták, hogy hát anyu, apu, az a helyzet, hogy mi nem akarunk gyereket, nem lesznek unokák. Akkor egy ilyen borzasztó gát szakadt el, és áradt rájuk a szülői szitok, de megmondás, hogy ez. És aztán hazamentek Angliába a fiúnak a szüleihez, ott is elmondták, ahol a szülők itt szomorúan sóhajtottak egyet, majd azt mondták, hogy of course, ha ti így szeretnétek, akkor ti tudjátok. És ez a rugalmasság kontra valamiféle ilyen becsontosodott szerepek, hogy az ember megszületik, fölnő, párt választ, gyereket, utána unokák, és hogyha ez valahol megszakad, az valami ördögtől való dolog. Tudunk esetleg példát mondani, hogy milyen trauma lehet az, ami ennyire elbizonytalanítja a nőket, a lányokat? Hát sokféle személyes történet van, amik ezekben a helyzetekben elbújnak. Azt gondolom, hogy valami fajta nagy kiszolgáltatottság például lehet ebben, bántalmazott gyerekek esetében például azt a szakirodalom föl is dolgozza, hogy mennyire nehéz anyává válni. Aztán egy olyan anya-gyerek kapcsolatban, ahol én gyermekként nem azt éltem meg, hogy az anyukámnak az egy jó élmény volt a hisztieimmel, meg a nehéz dacosságommal, vagy mindennel együtt az én anyukámnak lenni, akkor nehéz elhinni, hogy az egy szívvidító dolog valamiképpen anyává válni. Érdekes, hogy Anna, te is meséltél egy ilyen élményt, amikor tinédzsereknek adtad elő ezt az anyajegyet. Igen, az nem volt rossz élmény, de őket, szóval én ezt amikor elkészítettem, akkor Miskolcon volt az első előadás ebből, és kikötöttem, hogy 18 éves kortól nézzék ezt az előadást. Úgy gondoltam, hogy fiatalabbaknak nem működik, és hát az első közönségem 16 éves osztály volt. Szerencsére nagyon jól vették, nem gondolom, hogy a témáját, tehát őket inkább az érdekelt, hogy az ágynemű tartóból, hogy lesz bölcső, a kakispelenka, hogy cserélődik le, hogy azt a hangot hogy adtad ki, úgyhogy kisanyítottad a szád, szóval őket inkább ez a fele érdekelte. De nagyon érdekes különböző életkorú embereknek játszani ezt. Kamaszoknak is nagyon érdekes, akik friss szülők, hát ők kitörő lelkesedéssel és meghatottsággal szokták ezt fogadni. És ami a legérdekesebb, az a szépkorúak, mert egyetlen egyszer volt egy olyan előadás, amikor csak 70 pluszos korosztály nézte, és én nem tudtam erről, mert nem láttam őket, és csak azt vettem észre, hogy semmin nem nevetnek. Egy pisszenés, de még csak egy szipogás se, vagy orrfújás, hogy akkor sírnak, ha nem nevetnek. Nem, semmi reakció nem jött a nézőtérről, és teljesen stresszben voltam, hogy hát, bárki ülnek itt, nekik nagyon modern ez. Mi ez az arctalan, nemtelen, szemtelen báb? Miért a kispárna a kisbaba? Szóval, hogy hol a jelmez, hol a smink, hol a haj. És akkor vége lett, és rengetegszer visszatapsoltak. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor mégis tetszett, és följött a nézőtérfény, és akkor láttam, hogy idős emberek ülnek, és akkor utána beszélgettünk, és elmondták, hogy nekik ez nagyon távoli, ez az élmény, és
nem sok emberrel tudtak erről beszélgetni, szóval őket 40-50 év távlatából rántotta ez az előadás vissza, és hát a székbe ültette őket, de nagyon tetszett nekik. Igazából én arra gondoltam, hogy elmesélted, hogy a fiatalok azt mondták, hogy hát most értették meg, hogy ők milyen rossz gyerekek voltak. Igen, volt ilyen is, igen, valóban volt ilyen is, hogy kollégáim hallották, hogy arról beszélgetnek a nézőtéren, hogy úristen, mi is ezt csináltok anyával? Szóval van ez a típusú nézői attitűd, hogy nem az anya szerepéből élik át ezt az előadást, hanem a gyerek szemszögéből. Arra is utaltál ez előbb, hogy az idősek még nem foglalkoztak ennyit ezekkel a lelki problémákkal. Ma viszont nagyon sokat foglalkozunk vele, és azt gondolom, hogy ez is egy nehézség a fiatal anyáknak, hogy nagyon sok helyen olvasnak, hallanak arról, hogy milyen egy jó anya. Sokszor teljesen egymásnak ellentmondó információkat. Ha csak azt nézzük, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt mit mondtak például a gyerekek szoptatásáról, akkor ma már teljesen ellenkezőt állítanak. Tehát még az is lehet, hogy még lelkifurdulást is okoznak azoknak, akik ezt az időszakot már túlélték. Szerinted, Zsófi, hogy hat ez az anyákra, ez a sok információ, és hogy lehet ebben eligazodni, úgyhogy megmaradjon az erőnk, vagy a bizonyosságunk, hogy azért valamennyire mégiscsak jól csináljuk? Hát én azt gondolom, hogy ebben nagyon, nagyon sok igazság van, hogy ez a sok információ nyilvánvalóan egyik részről segít, mert mennyivel tájékozottabbak vagyunk, és könnyebben elérhető a segítség. Másik részről pedig valóban tud nyomasztóvá válni. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy ez egy út. Tehát, hogy mindenkinek a saját anyaságával kell egy utat bejárnia, és nincs olyan, hogy a nulladik pillanattól elégedett vagyok, és olyan sincsen, hogy az út egészében aztán ez egy ilyen diadalmenet, hanem minden ember anyaságában, vagy minden nő anyaságában lesznek két telkedő pillanatok, meg lesznek bűntudatos pillanatok, meg lesznek lelkiismeretfurdalások, és lesznek benne elégedett és megdicsőült élmények is. És nem könnyű, hogyha ilyen ideológiai viták mentén próbáljuk meg meghatározni, hogy akkor kinek van igazsága, hanem egyszerűen megspórolhatatlan ezekből az élményekből a kételkedés és az állandó mérlegelés. Én azt tartom egy nagyon fontos dolognak, hogy az ember mindig próbál jó döntéseket hozni. Nyilván a gyerekével kapcsolatban meg aztán főleg próbál tökéletes döntéseket hozni, és hogy minden döntésnek van egy pozitív oldala, és lesz valami, amiről a döntés mentén lemondunk, vagy ami elvész. Hogy nincsen csak jó döntés, aminek csak jó következménye van, legyen bár szó szoptatásról, tápszerről, vagy együttalvásról, vagy oltásokról, vagy lesz előnye, meg lesz hátránya, és hogy ez a nem tudom, egy kicsit ilyen omnipotens, vagy aggódó, vagy narcisztikus, vagy mondhatunk rá ilyen bélyegeket, de szóval, hogy ez a fajta félelem, hogy na, most fogom elrontani ide egy életre, ez nem így működik, hanem az életünknek, hát vannak a jó döntéseinknek is, vannak sanyarú, lenyelendő következményei. Volt egy olyan sejtésem, hogy esetleg arra fogod kihegyezni a kérdést, hogy a nő már érett, de a párja nem, akkor megkérdeztem volna, hogy összebeszéltél a feleségemmel, mert hogy nálunk pontosan ez volt a helyzet. Én azt gondolom, hogy a kapcsolatnak kell éretté válnia. Nem pusztán a kapcsolatban résztvevő személyeknek. A kapcsolatnak kell éretté válnia. És itt nyilván különböző szélsőségek között hányódunk, amikor a véleményünket megfogalmazzuk. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ha nagyon meggyengült a kapcsolat, akkor egy gyermekvállalással majd jól meghegesztjük ezt a kapcsolatot, és olyan szakító szilárdsággal lesz, hogy csak no. A valós életben azt látom, hogy ez nem szokta a kívánt hatást meghozni. Átmenetileg igen, viszont mivel a gyermekvállalás azért minden szépsége mellett egy óriási stressz hatás is, ami még jobban próbára teszi a kapcsolatot, ezért a korábbi problémák felerősödnek. Ugyanakkor ott van a másik szélsőség is, hogy addig-addig halogatjuk, amíg tökéletesnek nem érezzük. Nem fogjuk tökéletesnek érezni. Amikor elég jó a kapcsolatunk, amikor úgy érezzük, hogy elkötelezettek vagyunk egymás mellett, amikor úgy érezzük, hogy készen állunk rá, nem valaki másnak akarunk szívességet tenni.
azzal, hogy gyermeket vállalunk. Mert azért ez is egyfajta nyomás, amikor a szülők már ott vannak a nyakunkban, lihegve, vagy na és, nem akartok valamit mondani? Na és, mikor már, meg hogy már, meg én már venném a babakocsit? Nem nekik akarunk szívességet tenni. Na, megvárjuk Jocót a vacsorával. Ez az ő születésnapja, ja. Anya. Persze. Akkor egy kis merlóval földobjuk magunkat. Én egy kis vizet kérek, anya. Úristen. Hát te terhes vagy. Betöltött 6. hét. Láttam, éreztem. Igen, ez már látszik? Ezt egy anya megérzi. Olyan más a bőröd fénye, meg a szemed is más, meg a hajad fénye más. Jaj, de jó. Jocóval akartuk elmondani a vacsoránál. Ezt is elrontottam? Hát anya, ezt is, de nem baj, jó? Jó, apád tudja? Nem, anya, apa nem tudja, csak te tudod, mert te olyan fantasztikus vagy, hogy te kitaláltad rögtön. Gyere, drágám, nem néztél is, így kitaláltad. Hogy... Jaj, de boldog vagyok. Nem vagyok te emlékszel, hogy hányszor mondtam neked, hogy majd megtudod. Milyen érzés ez? Majd, ha gyerekeid lesznek, meg férjed lesz. Erre Gábor rátromfolt. Ha lesz neki! Mostanáig őriztem ezt neked. Nekem? Igen. De mit? Babanapló. Az én vagyok? Ez te vagy. Ebbe benne van minden, amit erről az időről tudni kell. Nézd oda, de édes, hogy te képzeld el, hogy az első hónapokban fogytam. És a végén is csak 6 kilót híztam, nem kellett fogyókúráznom. Február 12. Már nem jön rám a farmerem. Ma vettem egy flanel, negy piros terhes ruhát. Vidd el a tied, minden benne van. Nagyon aranyos vagy, anya, de majd inkább itt olvasgatom nálad, jó? Jó. Biztos Jocó. Nem tud jönni. Tudod, Amerikában ilyenkor van nappal, és dolgoznia kell. Anya, nem haragszul, ha én is elmegyek, mert a baba miatt olyan fáradt vagyok mindig. Menjél, és gratulálok, drága. Nem adok a húsból, hát, ha nem sikerült. Nem is kell, anya. Jó? Van ennivalód otthon? Jó, vigyázzál magadra, pihenj sokat. Ezt most elviszem, jó? Elviszem. Igen, majd otthon olvasgatom egyedül, jó? Szia, anya. Szia. Köszönök mindig. Gratulálok, Nórikám. Gratulálok. Szia. Jaj, anya, egy nagyon fontos, hogy a Laurának el ne mond. Isten őriz. Szia, anya. Szia. Halló, Laura. Óriási hírem van. Nem fogod kitalálni. Kitaláltad. Nagyon sokat olvasunk arról, hogy ugye nem egyik pillanatról másikra lesz anya, hál' Istennek a nő, hanem 9 hónap felkészülési ideje van. És sokat tudunk arról, hogy mi zajlik ez alatt a testében, hogyan fejlődik a magzat, milyen hormonális változásokon megy keresztül. De meg lehet mondani, hogy a 9 hónap alatt milyen lelki anyává érési stádiumok vannak? Vannak azért ebben nagy egyéni különbségek, de valóban megfigyelhető egy olyan átlagos, mondom, hogy átlagos anya, egy íve annak, hogy ez hogyan szokott zajlani. Az elején majdnem mindenkinél jelentkezik egy sokk. Olyan szép volt ebben a történetben az, hogy hát hogy lehet, hogy én ezt azért mégse akartam. És erről fiatal anyák, akár olyanok is, akik végig csináltak egy hosszú procedúrát, orvoshoz járást, elakadást, nem sikerül teherbe esni, olyanok is a kétség megjelenésekor a terhességi teszten átélhetnek egy sokkot, hogy elgek. Most aztán itt van. Nincs tovább, nincs vissza. Eldőlt.
Aztán következik egy ráhangolódó időszak, amiben egyre gazdagabbak lesznek a fantáziák arról a születő gyerekről, kimunkálódnak azok az elképzelések, amik hozzá kapcsolódnak, ezek várakozások is, reméljük olyan okos lesz, mint én, vagy lehetnek félelmek, hogy lehet, hogy egy kicsit hasonlítani fog az anyósomra, akkor ez nem olyan jó. Lehetnek ilyen rejtett örökségek, hogy nálunk minden fiú Lajos, és a Lajosok viszik tovább az üzletet, és már a 16. Lajos, hát ő lesz a 17. Lajos, aki nyilván tehetséggel tovább viszi az üzletet. Ezek lehetnek nagyon megtermékenyítő fantáziák, de lehetnek nyilván olyanok is, amik behatárolóak. És aztán azt írja le a szakirodalom, meg azt mutatják a kutatások, hogy ahogy egyre közeledik a szülés ideje, már a 9. hónap, fészekrakás, kárpit, antracit, fuga, vagy milyen. Igen. Nagyon figyeltem. Szóval, hogy abban az időszakban ezek a fantáziák elkezdenek visszahúzódni. És így írja le az egyik szerző nagyon találóan, hogy helyet adnak az igazi gyereknek. És akkor van az, amit így mindenki sablonszerűen szokott mondani, hogy milyen lesz, vagy fiú lesz, vagy nem csak egészséges legyen, és akkor ez valósággá válik, hogy tényleg mindegy. Most már jöhet, de fogalmam sincs, hogy milyen lesz. És egyszer egy anyuka azt az űrt, ami így a fejében, meg a szívében volt, amiben belefért ez a valódi gyerek, úgy fogalmazta meg, hogy nagyon elfoglalt édesanyja volt, és azt mondta, hogy hát nézze, június 15-ére vagyok kiírva, június 15-e utántól üres a naptár, amilyet még életemben nem volt. Fogalmam sincs, hogy mi lesz akkor. Akkor jön az új élet. Szó esett az apukákról, a férjekről is az előadásban. Ugye nyilván nagyon megváltozik az időbeosztása egy nőnek. Kicsit eltávolodik a napi gondokban a férfitől, de lelkileg hogyan változik meg? Most már ugye nem az egyetlen, akit nagyon szeret a férj. Ugyanakkor a férj nyilván szeretné, hogyha az egyetlen lenne titokban, de valójában mi az, amit ilyenkor jól kell csinálni? Hát erről is nagyon sokféle figyelmeztetés, meg közhelyszerű vagy kevésbé közhelyszerű megállapítás szól, hogy milyen szinten ki tud szorulni ebből az anya-gyerek diádból a férj, akkor, amikor megszületik a kisbaba, és ez nagyon nehéz tud lenni az apukáknak, hogyha nem találják a helyüket ebben az új felállásban. Ugye eddig ő volt a kicsim, most meg itt van egy másik kicsim, neked meg drága, a hűtőben van a vacsorád, és jó étvágyat hozzá, mi már ettünk, ugye? Ez így szokott működni. Nagyon tanulságosak azok a kutatások, amik arról szólnak, hogy a házassága való elégedettség, vagy mondjuk inkább így, hogy a párkapcsolata való elégedettség hogyan változik a kapcsolat különböző fázisaiban, és azt mutatják a vizsgálatok, hogy az első gyermek megszületésével egy ilyen mély repülést mutat a házassága való elégedettség, hogy aztán majd, amikor a gyerekek elkezdenek kirepülni, akkor megint, ha kibírtuk odáig, akkor fölkapaszkodjon megint valamiféle emelkedettebb magasságokba. Ugyanakkor az emberekben az életükkel való elégedettség a gyerek születésével egyre nő. Akkor könnyebb ezt az időszakot jól megélni, hogyha az apák megtalálják a sajátos szerepüket ebben a helyzetben. Tehát ő az, aki csúzlival áll a bejárati ajtóban, és nem enged be se postást, se anyóst, se senkit, hanem védi azt a légkört, amiben az anya rá tud hangolódni a babájára, és együtt tudnak lenni. Sok szó esik arról, hogy a fiatal nők milyen nehezen döntenek, hogy vállaljanak egy gyereket, eljött-e az ideje, mennyire nehéz döntés az a férfiaknál, mert őket elég ritkán kérdezzük, vagy ritkán beszélünk arról, hogy esetleg náluk is ez egy komoly konfliktus helyzet. Pontosan, és ugye azt mutatják a kutatások is, hogyha nem vonják be a férfi, tehát ez a úgymond nem megfelelő időben érkező gyermek, az elriasztja, tehát sokkal nehezebb apává válni. Egyébként az édesanyákkal is természetesen ez negatív hatása van, tehát a komplikációkat megnöveli, a várandóság alatti komplikációt, hát hiszen ugye nincs az a biztonság, meg az apa nem támogatja, akkor ő sem érzi magát ilyen stabilnak.
De én általában azt gondolom, és ez egy pozitív dolog, hogy a mai fiatal férfiak sokkal érzékenyebbek erre a témára. Tehát van egyfajta generációs váltás. A mai fiatal férfiak között én azt látom, hogy ez már nem kérdés, hogy apává válni, ez egy férfias dolog. Tehát nincs az a fajta stigma, hogy ha most én tologatom a gyereket, és a feleségem dolgozik, akkor én nekem valami bajom van a férfiasságommal. És ezek a férfiak úgymond, most idézőben kikövetelik a helyüket. Tehát azt mondja, hogy olyan nincs, hogy én ne legyek ott a várandós tanácsadáson, meg hát ez nem is értem meg, hogy én ne legyek ott a... Szeretném hangsúlyozni, hogy az apás szülés az opció, tehát nem attól lesz valaki jó apa, hogy apás szülésen ott van. Én ott voltam, nagyon szerettem, de ez nem elvárás. De sokkal nagyobb arányban szeretnének a mai fiatal férfiak ott lenni. Tehát van egy hatalmas változás, de általában azt mondhatom, az az én tapasztalatom, hogy a férfiak bizonytalanok. Tehát amikor azt mondom neki, hogy hát de neked ott kell lenni, akkor azt mondják, ugye? Ugye így van. És egyébként mitől félnek a férfiak? Mert ezt nagyjából tudjuk, hogy a nők félnek, hogy a karrierjüket nem tudják folytatni, hogy meghíznak, nem lesznek nőiesek, hogy nem fognak megfelelni teljesen annak a nagyon nehéz anyaképnek, amelyet a média sugall nekik, hogy meg kellene neki felelni. Az apák mitől szoktak félni? Egyébként hasonló dolgoktól félnek el, és vannak kutatások. Van különbség, az apáknál az egzisztenciális része az erősebb. Ugye pont ebből a kenyérkereső elvárásból adódik, hogy úristen most, de ez is megint a média által sugalt, meg városi legendák, hogy születik egy kisgyermekünk, akkor úristen most felborul az életünk, meg olyan anyagi változás történik, hogy az ember legyen a talpán, aki kitermeli, aminek nem kéne így lennie, ahogy mondtam is, ezek ilyen fészekrakó programok, ugye, hogy költsd el a pénzed, meg adósodj el, de ennek nem kellene így lennie. Tehát a férfiak sokkal nagyobb arányban félnek az egzisztenciás résztől, illetve, ez is egy izgalmas dolog, hogy a férfiak félnek a családi intimitás elvesztésétől a rokonok miatt. Tehát, hogy a szülés környékén a férfiak számára egy fenyegetés, én úgy szoktam mondani, a rokon menedzsment, tehát, hogy ami egyébként nagyon fontos, tehát mindig hangsúlyozom, hogy a nagyszülői kultúrát is helyre kell állítani, tehát az is kiveszett a magyar társadalomból, tehát a nagyszülő az nem bónusz, erről már beszéltünk, nem habatortán, hanem ez egy unokának az alapvető lelki igénye. Tehát nem arra az, hogy nem érünk rá, akkor egy kicsit mama, papa is vele van, és akkor jó a gyereknek, az a gyerek alapvető igénye. Tehát félre ne értsék, én csak azt mondom, hogy ennek a kultúrája, és nagyon sok apa sérül ebben, nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, ugye eddig ketten voltak, és most nem hárman lesznek, hanem négyen, öten, ugye mert megjelennek a nagyszülők, akik néha a legjobb szándékkal is okozhatnak bajt, illetve őket nem tudják kezelni. Amikor az első kisfiam Misi megszületett, akkor ott voltam a születésénél, és hát így szinte rögtön, tehát ilyen egyperces korában a kezembe nyomták, hogy gratulálunk apuka, itt van a kisfia, és hát egyrészt ugye nagyon örültem, másrészt meg voltam ijedve, azt hiszem még nem is nagyon volt azelőtt csecsemő a kezembe, ráadásul kicsit is sírdogált is a Misi, vagy hát így nyekergette, hogy újszülött kisovák nyekeregni szoktak, és nekem egyáltalán nem volt fogalmam arról, hogy hogy kell egy ilyen síró kisovát megnyugtatni, énekelni nem akartam elsőre, és akkor így az jutott eszembe így jobb hiány kínomban, hogy mondok neki egy verset. És de az első vers, ami beugrott, az Ady Endrétől a Párizsban járt az ősz című vers volt. És akkor ezt elkezdtem szavalni az egyperces kisfiamnak, és esküszöm, hogy szinte azonnal abbahagyta a sírást, és ilyen nagy, megnyugodott tőle láthatólag, és ilyen nagy kerek szemekkel érdeklődve nézett rám, és ez annyira csodálatos érzés volt költőként, hogy ezek szerint a verseknek ilyen gyakorlati hasznuk tud lenni túl azon, hogy szépek, hogy meg lehet egy síró kisobát nyugtatni egy verse, hogy akkor ezen felbuzdulva kezdtem mindig. Igazság szerint először elkezdtem utána járni, hogy vannak-e kisbabáknak szóló műköltészet, van-e, de nem nagyon találtam ilyet, csak ezeket az ilyen jól ismert népi mondókákat, hogy hátam van a zsákom, zsákom van a mákom, meg ezeket, de hát én egy ugye, budai gyerek vagyok, nekem soha nem volt még egy zsák, máka hátam, úgyhogy ezek nekem nagyon idegenek voltak,
meg a komám asszony se szokta kéretni a szekerét, nálunk ilyen mindennapi szinten, tehát hogy hiányoltam, hogy legyenek olyan, hogy miért nincsenek olyan, hát ilyen kisbabáknak, kisbabákhoz, vagy szóló versikék, mondókák, amiket egy magamfajta városi apuka hitelesen mondogattam, és akkor ezért ezen felbúzdulva kezdtem írni, és hát akkor azóta ugye egyre több gyerekem van, egyre több téma, egyre több ihlető forrás, úgyhogy tényleg sokat írok nekik. Gettler professzor 2011-ben publikálta a kutatásait, miszerint a várandós párjukkal együtt élő férfiak, tehát feleség vagy pár, a várandóság alatt drámai tesztoszteron változáson mennek keresztül. Magyarul a férfi, aki csak ott van, úgymond, a várandós feleség mellett, hormonálisan teljesen átalakul. A tesztoszteron szintje fokozatosan csökken, és ami a legizgalmasabb, a születéskor, tehát a gyermek születésekor hatalmasat esik. Tehát mind azt mutatja, hogy a biológia arra dedikálja a férfit, hogy miközben várandós és gyermeket vár a párja, ő egyre inkább a gyermeke felé forduljon és kötődjön a gyerekéhez. És ehhez kapcsolódnak a további kutatások, Gordon és munkatársai kutatás, ugye ilyen, hogy oxitocin, meg prolaktin, ezt még én is ezt tanultam, ezek női hormonok. Oxitocin kötődés, prolaktin, ugye a szó is azt jelenti, hogy tej elválasztás serkentő. Kiderült, hogy az apákban elkezd drámai módon nőni a születés körüli időszakban az oxitocin és a prolaktin. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, férfiak maradnak, tehát nem nővé válásról van szó, ez nagyon-nagyon messze van attól, tehát több százszoros változás kellene ahhoz, hogy elbizonytalanodjunk, hogy most ez még férfiről beszélünk, vagy nőről, tehát ők identitásukban, szexualitásukban, mindenben férfiak maradnak, de akkor is ez történik. Valójában az apa hogy lesz apa? Mert ugye az anyává válás nagyon sok természetes folyamat segíti, a hormonok különböző folyamatokat előkészítnek a szervezetbe, ami hat a lelkünkre is. Igazából azt szeretném, hogyha Lídia válaszolna erre, és hogyha Zsolt inkább egy kicsit személyesebben válaszolna ugyanerre a kérdésre, hogy ő apaként ezt hogyan érezte. Ez azért érdekes kérdés, mert hogy a szakirodalom is sokkal többet foglalkozik avval, hogy az anya hogyan lesz anya. És igazából azt gondolom, hogy ez valahol a pszichológiának is a felelőssége, hogy mivel a pszichológia is erről gondolkodott sokat, hogy hogyan lesz az anya anya, az anyák is ezen sokkal többet kutatnak ezután a téma iránt, hogyha egy férfi ez iránt akar érdeklődni, hogy ő felkészüljön arra, hogy milyen verset dúdoljon majd a gyerekének, mikor oda nyomják a kezébe, akkor nem is nagyon fog találni. Már azért már a modern kutatások próbálják feltérképezni ennek az irányát, hogy hogyan válik valaki apává, ami azért egy hosszú folyamat, ugyanúgy, mint az anyává válásnak az útja. Az elején azért ugye, hogy a férfiban megérlelődik az elhatározás, hogy ő szeretne gyereket a párjával együtt. Az egy ilyen örömteli élmény, mint ahogy az is, hogy sikerült összehozni azt a babát, a férfiú büszkeséget az legyezgeti. De utána azért jön a szorongás is, amit megspékel az anyának a szorongása, a hormonális változásai, az, hogy a férfi kikerül úgy egy picit a központból, nem rajta van a fókusz, és ezt azt gondolom, hogy az egészségügyi intézmények, meg úgy általában a társadalom sem próbálja a férfiaknak segíteni, hogy beledjenek ebbe vonva. Ezért sokszor ugye a munkavilágába menekülnek, vagy inkább eltávolodnak ettől az egész ügytől. De ez már még a terhesség időszak. Igen, az a terhessége időszak alatt. És akkor, mikor megszületik a baba, és a kezébe nyomják az apának, hogyha apás szülés volt, akkor az is egy ilyen nagyon örömteli élmény, ugyanúgy oxitocin szabadul fel az apában, mint ahogy az anyában a szüléskor, ami már megteremti annak a lehetőségét, hogy el tudjon kezdeni kapcsolódni a babához, ez az örömteli élmény. És hogy azt gondolom, hogy itt a legfontosabb valóban a kapcsolat, és ezen keresztül fog ki a kapcsolódás, és ezen keresztül fog kialakulni a kapcsolat. És hogy ez lehet akár egy ilyen tényleg mondókás vers, vagy egy dúdolás, vagy emlékszem, hogyha már személyes élményt én is behozhatok, hogy az én férjem azt kezdte elmesélni a kislányunknak, amikor odaadták neki, és felvette videókamerára is, hogy 30 éves koráig hogy nem találkozhat majd fiúkkal, és ő hogy fog rá vigyázni, és hogy az apa hangja így is megnyugtatta a nem kellemes téma. Most akkor csalódát okoztunk Daninak, hogy nem az Adivers volt ilyen adása.
Úgy tűnik, a babák hozzászoktak ezekhez a nehéz témákhoz. Zsolt? Teljesen egyetértek az előttem hangzottakkal, és próbáltam igen behelyettesíteni a személyes dolgokat, hogy én mennyire voltam, nem voltam támogatva az ügyhöz való kapcsolódásommal. És hát én is azt látom, azért van dolog, de hogy a személyesre reagálják, nekem is volt mindkét fiamnál szerencsém részt venni a születésükkor, a szülésben, nagyon meghatározó életre szóló élmény. Én is foghattam, nekem nem jutott eszembe se Adivel, se semmi más. Az első pillanatban csak az, hogy mennyire fáj, amikor így belemarkol a kis körmeivel így a mellkasomnak a bőrébe. De egyetértek abban, hogy abban is, hogy van kötődés, meg igyekszünk. Szerintem nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy véget ér, hogy én most már apa lettem. Tehát, hogy nekem ez mindig egy folyamat, hogy ez elindul, hogy ott van a kezemben, és akkor én most már nem alhatok ám akármeddig, mert hogyha sír, akkor nekem is majd föl kell kelni, és már nekem is át kell alakítanom a szokásaimat, mert már nem mehetek el csak úgy esténként sörözni, mert hogyha elmegyek sörözni, akkor nem vagyok otthon a fürdetésnél, altatásnál, akkor mínusz egy nap, amikor nem vagyok ott. Szóval, hogy teljes átalakulás a sorrendben, a fontossági sorrendben, és mindent újra kell gondolni. Vannak, amiket ugye ideiglenesen, hogy mit tudom én, az első néhány hónapban a gyerekágy alatt mindenképpen, hogy az apa teljesen, a férfi teljesen mellékszereplő, kiszolgáló személyzetnek a valamelyik utolsó előtti tagja, aki még a vízmelegítéshez is csak óvatosan fér, inkább ne legyen útba. És akkor szépen, amikor már megerősödik a anya-gyerek kapcsolat, meg vagy az első, vagy akár hanyadik gyerek így megérkezik rendesen a családba, akkor legalábbis én így igyekeztem eljárni, akkor igyekszem úgy vissza billenteni kívülről egy kicsit ezt a családi dolgot az új egyensúlyába, ami mindig plusz egy szereplős. Ez a mi döntésünk kell, hogy legyen. És hogy aztán ez kinél melyik életszakaszban dől el, az nyilván párja és egyéne válogatja. Én is ott maradtam annál a csoportnál, akik támogatják azt, hogy minél fiatalabban, mert a saját tapasztalatom, és nem tudok elvonatkoztatni attól, amit magam megéltem. Ezt támasztja alá. Most 44 éves vagyok, és nagyon élvezem az üresedő fészek életciklusát a feleségemmel, mert még olyan fizikai kondícióban vagyunk, hogy ezt tudjuk élvezni. És ez egy nagyon jó dolog. Visszanyertünk egy olyan szabadságot, és tudunk élni vele, amelyre nagyon sokan csak irigykednek, és nagyon klassz dolog fiatalon felnőtt gyerekek szüleinek lenni. Jó, a lányom még csak 16, nála már látszik majd, hogy mi lesz még ezután a sorsunk, de a fiú már 21, van egy stabil párkapcsolata, már tervezgetik a jövőket, és ez egy nagyon-nagyon klassz dolog partnerként megélni a gyerekeinket. Azt is gondolom, hogy azért is tudunk érzékenyen reagálni ezekben a témákban, akár pro, akár kontra, de akár arról is beszélhetünk, amikor valaki arról akar vitatkozni, vagy győzködni másokat, hogy hány legyen az a gyerek, amennyit vállal az ember, és hogy hát valaki csak kettőt, hát van az azért a gyengébbik verziót választotta, vagy hasonlók. Szóval, hogy ez nagyon olyan témák, amik nem egy ilyen A-B válaszsal dőlnek el bennünk, hanem rengeteg tényezője van. A hozott mintáink, a kapcsolódásaink, a félelmeink, hogy lesz az akkor, amikor nekem majd 2, 3, 8 gyerekem lesz, vagy a bizalmam saját magamban, vagy a bizalmam a női létben, ugye ez a 30 évesen mitől kockás a hasam a húsredőktől, vagy az izmoktól, a köldök körül. Szóval, hogy egy csomó minden megmozdul, ami sokkal mélyebbre megy, mint sem, hogy egy ilyen nagyon egyszerű választ lehetne adni rá, hogy akkor tessék szülni, mert ez a dolgok rendje. És amikor valaki egyszerűsíti az üzenetet, gyorsan szüljél, akkor ezt nem veszi figyelembe, hogy nagyon érzékeny pontokra lehet rátaposni, amit nyilván nem fed föl az, aki aztán erőteljesen tiltakozik, hogy már pedig ebbe bele ne szóljon senki, és olyan érveket használ, ami meg aztán megint nem állja meg a helyét, mert az se igaz, hogy mindegy az össztársadalomnak, hogy
hogy hány gyerek születik az adott országon belül. Szóval, hogy ezek olyan kérdések, amik tényleg a létünknek a legmélyét érintik. Csak nem szoktunk mindig elgondolkodni róla, és ezért érzékeny dolog, hogyha ebbe valaki így belekotorászik. Annyira szép volt látni azt, hogy az én idő mennyire fontos, annak ellenére, hogy szülők vagyunk, annak ellenére, hogy házastársak vagyunk, annak ellenére, hogy ezt az egész puttonyt cipeljük a hátunkon, nem oldódhatunk fel csak mások szolgálatában, mert előbb-utóbb nem lesz mit adnunk. Azt veszítjük el, ami a legnagyobb erőforrásunk ebben a szolgálatban, önmagunkat.